Tisztelettel köszöntök mindenkit, engem Egyed Mihálynak hívnak, a Jobb Capital szakmai munkáért felelős operatív cégvezetője vagyok, és köszönöm szépen a Kamara Akadémia meghívását. A szándékom az, hogy a mai nap beszélgessünk egy kicsit a HR-ről általánosságban, illetve annak jelentőségéről a cégek életében napjainkban. Először szeretném egy kicsit bemutatni a cégünket. A Jobb Capital 5 évvel ezelőtt kezdte meg munkásságát, elsősorban a dél-dunántúli régióra fókuszálva, toborzás kiválasztás tevékenységekben. A mai nap országosan végezzük munkánkat, a budapesti irodánk megnyitását követően is országosan állunk már rendelkezésre HR tanácsadóként, HR management, illetve toborzás kiválasztással kapcsolatos tevékenységekben. A szervezetben jelenleg már több mint 20 HR-es kollégánk tevékenykedik. Ha már a HR-ről szeretnénk beszélni, akkor az elején szeretnék egy-két fogalmat tisztába tenni, mit is jelent az, hogy HR. A HR a Human Resources Management kifejezésből eredeztethető, ami annyit tesz, hogy a cég életében, a szervezetben jelenlévő humán erőforrás kapacitás menedzselésével foglalkozunk, ami annyit tesz, hogy a lehetőség szerint igyekszünk azt a lehető leghatékonyabban használni az üzleti célok elérése érdekében. Ezek a kapacitások, amiket szeretnénk minél hatékonyabban érvényesíteni, rendelkezésre állnak a cégben. Mit nevezünk kapacitásnak? Kapacitásnak nevezzük azt, hogy a munkatársak összességében rendelkeznek egy bizonyos szakmai tudással, személyes és szociális kompetenciákkal, képességekkel és tapasztalatokkal. A HR tevékenység pedig a mi olvasatunkban nem más, mint hogy a cégek üzleti céljaiból származó szakmai célokat támogassuk, hogy azokat el tudjuk érni, és ennek érdekében a cégben mindig rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű humán erőforrás kapacitás. És itt van a Jobb Capital szempontjából az a sajátos megközelítése a HR-nek, amely alapján mi ezt a fogalmat kettő nagyon fontos pillérre szoktuk állítani. Az egyik a megszerzés, magyarán szólva a toborzás kiválasztás tevékenység. Erről egy kicsit én rövidebben fogok beszélni, mert úgy tudom, hogy lesz még olyan előadás a Kamara Akadémia berkein belül, ahol a toborzás kiválasztásról bővebben lesz szó. De annak érdekében, hogy azt a célt érvényesíteni tudjuk, hogy megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben legyünk együtt, az első lépés az, hogy ezeket a munkatársakat meg kell tudni szerezni. Ilyenkor egy vállalkozás életében mik azok, amiket át kell gondolni, egyáltalán milyen tudású, milyen tapasztalatú munkavállalókra van szükségünk. Mihez értsenek, milyen végzettségük legyen, hányan legyenek, ez ugye nyilván a létszámtervezés szempontjából nagyon fontos, a létszámtervezés szempontjából pedig majd később eredeztethetőek a költségek tervezése, hogy hogyan fogjuk tudni beszerezni ezeket a munkatársakat, hogy hol állnak rendelkezésre, akár földrajzilag, akár az üzleti életben, a konkurenciánál, akár el kell gondolkodni azon, hogy milyen foglalkoztatási formában fogjuk őket foglalkoztatni, saját állományú munkavállalók lesznek, adott esetben szakértőként, külsősként foglalkoztatjuk őket, nehogy Isten kölcsönzöttként foglalkoztatjuk őket. Ezeknek is különböző témák szolgálnak alapjául, hogy mi alapján történik meg ez a döntés. Például a kölcsönzött foglalkoztatás egyfajta rugalmasságot biztosít a munkáltató számára, ugyanakkor ennek lehet különböző belső üzletpolitikai háttere is. A megszerzésről röviden ennyit. A másik nagy pillér, amire utaltam, az pedig az, hogy ha megszereztük a munkatársakat, akkor ennél sokkal, sokkal fontosabb utána, hogy őket meg is tudjuk tartani. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ha valaki megnyerte a bajnokságot, az egy nagyszerű dolog, de a bajnoki címet megszerezni, az még nagyobb kihívás. Azokra a munkatársakra is áhítozik a munkaerőpiacon valahol egy másik szervezet, akiket mi foglalkoztatunk, akik a mi szervezetünkben vannak jelen. A HR-re azt is szoktuk mondani, hogy valahol olyan, mint a foci vagy az Excel, mindenkinek van róla valami fogalma, mindenki ért hozzá, de azért egy kicsit mélyedjünk el ebben, mert minden szervezet életében más súllyal bír. Egyet kijelenthetünk, HR tevékenység minden szervezetben jelen van, mert mindenki szeretné megszerezni azokat a munkatársakat, akikre szüksége van, és mindenki szeretné megtartani azokat a kulcsembereket, akik a cég működése szempontjából meghatározóak. Az egy nagy kérdés, hogy ki végzi ezt a HR tevékenységet.
Kisebb szervezeteknél teljesen érthető az, hogyha nincsen erre külön felállított szakértői szervezet, van, ahol maga a tulajdonos foglalkozik ezekkel a tevékenységekkel, és van olyan, ahol az ügyvezető igazgató, van, ahol az irodavezetőnek kell ezekkel a tevékenységekkel foglalkozni, de egy bizonyos létszám vagy szervezeti komplexitás felett célszerű, hogyha delegált HR szakember foglalkozik ezekkel a tevékenységekkel. A delegált HR szakember lehet a cégnek a saját állományú munkavállalója, nevezzük a személyzeti osztály munkatársának, vagy pedig lehet egy külső HR tanácsadó is adott esetben. Egy bizonyos létszám fölött, ahogy ezt az előbb is említettem, elvárható, hogy erre külön delegált ember legyen, ahogy szokták mondani a szakirodalomban is, mindenki lehetőség szerint foglalkozzon azzal, amihez a legjobban ért. Engedjék meg, hogy itt egy személyes példát is említsek. A szakmai tevékenységem során nagyon gyakran találkozom azzal a problematikával, hogy egy cég tulajdonosa megálmodott egy gyermeket, létrehozott egy céget, elindult maga az a szakmai szolgáltatás, vagy maga az a termékgyártás nagyon jól prosperál, a cég növekszik, egyre többen dolgoznak benne, egyre több féle tevékenységet kell a cégben ellátni. Ehhez képest valami úgy érzi, hogy nem stimmel, valamiért megállt a fejlődés. Ilyenkor az első szint az szokott lenni, hogy a tulajdonos ráébred arra, hogy magának a fenntartható fejlődésnek vagy a továbbfejlődésnek a gátja ő maga. Mert mindent egy kézben igyekszik tartani, minden tevékenységgel ő foglalkozik. Aztán utána ráébred arra, hogy érdemes minden egyes funkcióra, vagy először néhány funkcióra, legyen az például a gazdasági terület, akár az IT terület, a beszerzés vagy a HR, külön funkcionális vezetőket alkalmazásba állítani. Vagy legalábbis specialistákat, szakembereket felvenni. Ez egy nagyon fontos lépés, idáig nagyon sok idő és nagyon sok gondolkodás és munka telik el, majd ezt követően föláll a szervezet, megvannak az új munkatársak, folytatódik tovább a munka, a tulajdonos elkezd tudni még inkább stratégiai témákkal foglalkozni, hogy a szervezet még eredményesebb, még jobban fejlődő ágra tudjon állni. Kapcsolatot tart a vevőkkel stratégiai szinten, illetve azok a funkcionális vezetők, illetve szakértők, akik a cégbe kerültek, előkészítik a döntéseket, adatokat elemeznek, javaslatokat tesznek, és ők neki már csak a működéssel kapcsolatos témákban dönteni kell. Aztán telik múlik az idő, és egyszer csak érzi a vezető, a tulajdonos, hogy valami mégsem stimmel. Itt fáj, ott fáj, nem jó, ezek az új munkatársak nem mondják már meg nekem, hogy hogy működik, mégiscsak én hoztam létre, ez az én gyerekem, én értek hozzá. Na itt van az a második szint, amit nagyon sokszor nem sikerül megugrani azután, hogy egyébként arra ráébredt, hogy föl kell venni ezeket a szakértőket. Ilyenkor szokott az történni, hogy maga a tulajdonos nem képes, nem alkalmas arra, hogy elengedje ezeket a funkciókat, nem látja azt, hogy a cégben magát, azt a puffert úgy tudná kiaknázni leginkább, hogyha hagyná, hogy ezek a szakértők csak a döntéseket számára előkészítsék. Egyébként a coachok figyelmébe ajánlom, gondolom, hogyha megkérdeznénk coachokat vagy coach tevékenységgel foglalkozó szakembereket, akkor ezzel az anomáliával a KKV szektorban biztos, hogy nagyon sokszor találkoznak. Tehát visszatérve még egyszer oda, mert onnan indultunk, hogy lehetőség szerint mindenki azzal foglalkozzon a szervezetben, amihez a legjobban ért, így tudunk a leghatékonyabbak lenni. A megtartás szempontjából nagyon fontos, és én azt szoktam mondani, hogy a toborzás, kiválasztás tevékenységtől eltekintve az összes többi másik HR tevékenység annak azt a célt szolgálja, hogy a cégben jelenlévő munkavállalók összessége, akire az üzleti célok elérése érdekében szükség van, ott is maradjon, és lehetőség szerint az ő általuk biztosított erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használjuk. Tehát minden más, ami nem a megszerzés, az a HR-en belül a megtartást szolgálja. Ez az álláspontom legalábbis. Ennek érdekében különböző HR rendszereket üzemeltet a személyzeti osztály, vagy a HR szakember, és ezekről szeretnék most általánosságban egy-két szót szólni. Az volna a kérésem, hogy ezeket azzal a szemüveggel próbáljuk megfigyelni, hogy mindez a munkavállalók
érdekét szolgálja, az ő lojalitásukat támogatja. Nyilvánvaló, hogy az első alapvető funkció az az, egy személyzeti osztály vagy egy HR tevékenység részéről, hogy a foglalkoztatásban a munkajogi kereteknek megfelelően foglalkoztassuk a munkavállalókat, azaz legyenek bejelentve, lehetőség szerint annyi időre, amennyiben egyébként őket foglalkoztatjuk, legyen nekik munkaszerződésük, legyen munkaköri leírásuk, és innentől kezdve azt gondolom, hogy jöhetnek azok a klasszikus HR tevékenységek, amelyekről bővebben említést tenni érdemes. A HR tevékenységben az egyik legfontosabb az, hogy bizonyos létszám fölött legyen a szervezetben egy bérstruktúra. Miért fontos ez? Lehet, hogy az elsősorban nem a munkavállalók érdekeit szolgálja, nyilván a munkavállalók ritkán szoktak a bérükkel elégedettek lenni, de ez elsősorban a stratégiai tervezés szempontjából lényeges. A bérstruktúra az, amelyben a munkakörökben dolgozó munkavállalók alapbére egy bizonyos szempontrendszer alapján meghatározásra kerül. A munkaköröket meg kell vizsgálni azok komplexitása, azok felelősségi köre, hatásköre alapján, illetve vezető munkakörökben meg kell nézni azt, hogy hány munkavállalót vezetnek, vagy mennyi vezetői szint van még a vezető alatt, és ez alapján be lehet sorolni ezeket a munkaköröket úgynevezett bérsávokba. Nagyon fontos ez azért, mert így egy következetes rendszer tudunk alkotni. Nyilván ezzel párhuzamosan elvárható az, hogy egy bérpiaci trendelemzés is történjen a szervezetben. Vannak, akik egyébként ilyen elemzéseket vásárolnak meg, le tudnak vonni következtetést a tekintetben, hogy vajon az ő cégükben rendben vannak-e a bérek, illetve látják azt, hogy vajon a konkurenciához képest hogy állunk, van-e veszély a tekintetben, hogy a munkatársaink legalábbis ami a bérkérdést illeti, fognak-e nálunk hosszú távon maradni. Másik ilyen HR rendszer a career management, ami szintén egy nagyon fontos és lényeges, ez már a munkavállalók szempontjából még lényegesebb téma, mert szeretnék azt a munkavállalók mindig tudni, hogy egyáltalán rájuk vonatkozik-e a tevékenységük során bármilyen előrelépési lehetőség. Hogyha nem vonatkozik, akkor az egy kiszámítható dolog, akkor ők egészen nyugodtan fogják elvégezni minden nap azt a kivitelező jellegű tevékenységet, amit rájuk szabtak. Viszont hogyha ők tudnak előre lépni, akkor nagyon szeretnék tudni azt, hogy azért mit kell tenniük, milyen célokat, mikorra kell elérni, milyen jelentési kötelezettségeik vannak a checkpointokkal kapcsolatban, és hogy mikorra tudnak oda elérni, és hogy milyen szempontrendszer mentén. Modern vállalatoknál jellemző az, hogy van egy úgynevezett karrierprogram, vagy talentprogram, ahol kiválasztják azokat, akik egyébként úgy néz ki, hogy a jelenlegi kompetencia mátrixuk alapján és hozzáállásuk alapján alkalmasak lesznek arra, hogy később kulcsemberek, szakértők vagy vezetők lehessenek. Érdemes még szót ejteni a HR folyamatokról is, ez szintén szolgálja azt egyébként, hogy a munkavállalók egy kiszámítható közegben érezzék magukat a mindennapjaikban. Folyamatokat, HR folyamatokat elsősorban a legalapvetőbb HR témákra szoktak írni, és utána ezt szokták ellenőrizni, hogy az betartásra kerül-e, tipikusan auditokon szokott előkerülni. Ilyenek például a felvétel, az integráció, a szakmai betanítás, divat ezt a mai nyelven onboardingnak nevezni, vagy hogy mi alapján lehet valakit előléptetni, mi annak a folyamata, ki fogja jóváhagyni, és ide tartoznak egyébként a munkavállalók szempontjából kevésbé előnyös témák is, mint a disziplináris intézkedések, a fegyelmi intézkedések, vagy adott esetben az elbocsátás. Ezeket célszerű, mint szabályozott folyamatok mentén végezni, ettől lesz a munkáltató lehetőség szerint egy következetes intézmény a munkavállalók szempontjából. Az én kedvenc témám a HR-ben a kompetencia management. Igyekszem ehhez képest röviden beszélni róla. Amikor egy céget üzemeltetünk, akkor annak van egy profilja, lehet, hogy mi valami szolgáltatást nyújtunk, lehet, hogy valami terméket állítunk elő, egy biztos, el kell gondolkodni azon, hogy ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak, milyen tevékenységeket kell egyáltalán ellátni a szervezetben. Lehet, hogy van, aki gyártani fog, lehet, hogy valaki ellenőrizni fog, lehet, hogy valaki szellemi munkakörben fog valami támogató funkciót elvégezni, egy biztos, hogy ezeket a tevékenységeket feladatokban kell tudni leírni. Ez nem egy egyszerű dolog. Mégis, hogyha ez sikerült, akkor ezekből szoktuk származtatni a munkaköröket, ezek a munkakörök a feladatok által kerülnek leírásra. Hogyha ezek a munkakörök meghatározásra kerültek, akkor a munkakörök ellátásához, hatékony ellátásához szoktunk kompetenciákat, elvárásokat definiálni. Mi kell ahhoz, mit kell ahhoz tudni, hogy abban a munkakörben hatékonyan tudjunk helytállni? Ide tartoznak azok a szakmai elvárások, szakmai kompetenciák, amelyeknek birtokában kell lenni, személyes, szociális kompetenciák, amelyeknek birtokában kell lenni, képességeknek, amelyeknek birtokában kell lenni.
hogyha ezeket az elvárásokat meghatároztuk, akkor a kompetencia menedzsment rendszeren belül ezeket egyébként munkakörönként és a munkakörökön belül tevékenykedő munkavállalónként értékelni illik. Nagyon érdekes az, hogy milyen következtetéseket lehet levonni abból, hogyha valaki több a munkaköréből származó elvárásnak egyszerre nagyon nem felel meg, vagy pedig több elvárásnak egyszerre nagyon megfelel. Az előző eset az bizony elgondolkodtató, az azt jelenti, hogy valahol a szervezetben ő nincsen jó helyen, őt nem fogjuk tudni hatékonyan használni a munkakörében, az is előfordulhat, hogy nincsen helye a szervezetben. A másik eset viszont ami azt jelenti, hogy túlképzett, túlságosan magas szinten van birtokában azoknak az ismereteknek, ami abban a munkakörben elvárható. Ebből az következik, hogy őnála van egy veszély, lehet, hogy ő neki a munkakörét bővíteni kell, hogy a motivációját fent tudjuk tartani, vagy érdemes adott esetben elgondolkodni az ő előléptetésén. És akkor a kettő között van az a helyzet, ami alapján egyébként a cégeknél nagyon sokszor a képzési büdzsé tervezés történik, hogy ki az, akinek van egy-két olyan kompetencia, amelyben nem áll kellőképpen helyt, ahol nem elég magabiztos, ezekre a kompetenciáknak a fejlesztésére szoktak a cégek úgynevezett képzéseket szervezni. A képzések is egyébként a munkavállalók szempontjából és lojalitásának szempontjából igen előnyösek. Egyrészt fontos a cégnek, mert magabiztosabb tudás fog rendelkezésre állni a vállalkozásban. Sokszor technológiai változások, jogszabályi változások generálják a képzéseknek a szükségletét. Ugyanakkor a munkavállalók számára is egy motiváló tényező. Ők is örülnek annak, hogyha a munkakör ellátásához szükséges, vagy pedig egyéb a cégben fontos tevékenységek ellátásához szükséges ismeretbővítésben részesülhetnek. Teljesítmény management, teljesítményértékelési rendszerek. Ez elsősorban egy hatékonyságnövelő eszköz a cég életében. Mindenki dolgozik az alapbéréért egy munkakörben, de hogyha kiemelkedő teljesítményt nyújt időről időre, meghatározott időszakokban, lehet ez havonta, negyed évente, fél évente, évente, akkor ő plusz jövedelemre tud szert tenni, tehát a munkavállalónak ebből a szempontból fontos, a motivációja szempontjából fontos, a cég szempontjából pedig a produktivitás szempontjából fontos. Tevékenységi körök alapján lehet a teljesítményértékeléseknek, teljesítményértékelési rendszereknek eltérő alapja, lehet ez egy darabszám, lehet ez a jelenlét, lehet ez produktivitás és a többi. Ez mindig a cég szempontjából specifikus. Nagyon fontos az, és itt különösen szeretném felhívni a figyelmet a napjaink fiataljaira, akik szeretik azt, hogyha be vannak vonva a cég életében a fontos döntésekbe, vagy legalábbis a véleményük ki van kérve. Magas evolúcióban, régóta tevékenykedő cégeknél jellemző az, hogy különböző okokból rendszeres munkatársi dialógusokat folytatnak le a felettesek a beosztottakkal. Lehet ez a teljesítményértékeléshez kapcsolódó, lehet ez a képzésekhez kapcsolódó, vagy meghatározott időközönként egy mellé rendelt viszonyban lefolytatott beszélgetés arról, hogy ki hogy látja a múltat, és ki hogy látja a jövőt, illetve nagyon fontos az, hogy a szakmai témák előmenetelében a szakértőket mindig hívjuk meg, és lehetőség szerint kérjük a véleményüket, érezzék úgy, hogy a döntések előkészítésben részt vállaltak ők is. Mindez, amiről eddig beszéltünk, hozzájárul ahhoz, hogy a cégben már jelenlévő munkavállalók számára az a munkáltató hosszú távon vonzó legyen, hogy ők hosszú távon álljanak rendelkezésre, hogy tudjunk rájuk számítani. Ugyanakkor ezt nevezzük belső employer brandingnek, külső employer branding munkáltatói márka pedig szintén ugyanezt a célt szolgálja, csak egy kicsit inkább a megszerzés oldalról. Lehet külső eszközökkel mutogatni, hogy ez milyen jó cég, mekkora perspektívái vannak, milyen jól fizet, de ugyanakkor sokkal hitelesebb az, ha már a benne lévő munkatársaktól jön ki az az információ, hogy miért jó érzés ott dolgozni, és miért szeretnének ők ott hosszú távon dolgozni. Napjainkban egyre fontosabbak a HR controlling rendszerek is a cégek életében. Itt nem elsősorban a munkaügyhöz kapcsolódó témákra gondolok, hanem arra gondolok, hogy a HR tevékenységből fakadóan nagyon sok olyan adat származhat, amely a menedzsment számára visszajelzés és további intézkedési szükségleteket definiálhat. Általánosságban egy kicsit a HR-ről, itt is szeretnék egy-két dolgot tisztába tenni. A HR régen az úgynevezett, a ma úgynevezett munkaügyi adminisztrációt jelentette. Felfogásunk szerint a HR a foglalkoztatásból
és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek összességéből áll, ahogy azt már korábban többször elmondtam, a munkavállalók megszerzése és megtartása, motiválása érdekében. Ehhez képest a munkaügyi adminisztráció, munkaügy, amit régen egyébként összekevertek a HR-rel, a foglalkoztatásból származó adminisztratív szakmai tevékenységeket jelenti, ilyen a bérszámfejtés, a TB-ügyintézés és a munkaügyi területek. Legegyszerűbb talán úgy definiálnunk, hogy a HR és a munkaügy jelentik együtt egy cég életében a személyzeti tevékenységet. Manapság a HR-ről stratégiai szinten illik beszélni, egyszerűen azért, mert ők tudnak annak érdekében a leghatékonyabban tenni, hogy azok az üzleti célok elérését szolgáló tevékenységek meg tudjanak valósulni a cégben, amelyek a munkavállalók által történnek meg. Magyarán korábban volt egy ilyen egyszerű gondolkodás, hogy akkor én megveszem az alapanyagot nagyon olcsón, nem megbántva senkit természetesen, a lényeg az, hogy a termék menjen ki a másik kapun nagyon drágán, és akkor a cégnek nagyon jól megy. Ez az alapvető stratégia most sem változott, hiszen ez egy logikus gondolkodás, csak sokkal nagyobb hangsúlyt kap a kettő között az, hogy legyen, aki azt a munkát elvégzi. Ha lehet, akkor a kulcsemberek tekintetében pedig legyen állandó, ne kelljen fluktuációt kezelni, a betanítások száma és időtartama pedig, ha lehet, legyen egyre kevesebb és egyre rövidebb. Röviden a mai alkalommal a HR-ről ennyit szerettem volna mondani. Mi magunk a cégben is, ahogy mondtam, úgynevezett HR management tevékenységet végzünk, ami lehet a toborzás kiválasztás is, és lehet minden más, ami a cégeket a megtartásban támogatja. Ezekre mondanék egy-két példát, nyilván konkrét vállalkozások említése nélkül. Mind a Dél-Dunántúli régióban, mind pedig országosan számos olyan cég támogatásában veszünk részt, akik egyszerűen szeretnének munkavállalókat foglalkoztatni, szeretnének fölvenni, szeretnének szellemi vagy fizikai munkavállalókat foglalkoztatni, lehet az saját állományba vagy kölcsönzésbe, ővelük van egy állandó kapcsolatunk. Itt a toborzás kiválasztásban a kulcsfontosságú az, hogy szeretnénk az ő igényeiket nagyon pontosan fölmérni, nagyon pontosan megérteni, és utána velük szoros együttműködésben a megfelelő megoldást megtalálni. Ehhez csatlakozik a megtartást szolgáló úgynevezett HR management tevékenységünk, ami egészen a HR stratégia közös, a megrendelővel közös megalkotásától indulva, azoknak a részleteire kiterjedően azok megvalósítását jelenti. Példának okáért vannak olyan zöld és barna mezős beruházások az elmúlt időszakban a régióban. Köszönet ezért a helyi erők együttműködéséért, és köszönjük, hogy mi is szerepet kaphattunk ebben. Olyan beruházások történtek meg, ahol nulláról volt lehetőségünk fölépíteni azt a létszámot, amire szükség van, illetve ezzel párhuzamosan HR management tevékenységet végeztünk, azaz bevezettük a HR folyamatokat, felépítettük a HR rendszereket, és azokat üzemeltettük, így a megszerzett munkavállalók folyamatosan a szervezetben tudnak maradni, és ők hosszú távon elkötelezetté váltak ezekben a szervezetekben. Ami pedig az on-site tevékenységeket illeti, ezeket a HR stratégiához kapcsolódó tevékenységeket úgynevezett on-site business partner rendelkezésre bocsátásával is meg szoktuk tudni valósítani, ami annyit tesz, hogy a Job Capitalnak egy munkatársa elmegy a partnerhez, és ott az ő telephelyén támogatja HR tevékenységgel akár a toborzás kiválasztást, akár a stratégia megvalósítását. Ezek azt gondolom, hogy a tevékenységeinknek a savaborsa. Kívánom a régiónak, és kívánom magunknak, hogy minél több ilyen lehetőség álljon még rendelkezésre a jövőben, és nagyon szépen köszönöm a türelmet és a figyelmet, és remélem, hogy találkozunk a munkaerőpiacon. Köszönöm szépen!